Szabó Tíme a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Akkor is úgy gondolják, hogy megáll a feljelentés, hogy egyáltalán ennek a lehetősége, hogyha itten önkéntesekről van szó. Tehát nevezett S. Ferenc, és ki tudja még kicsoda, lelkiismereti kötelességének érezte azt, hogy nyomás a Fidesz székházhoz, és meg kell védeni azt. Hát azért ilyen nincs a magyar jogszabályok értelmében. Azért vannak a magyar jogszabályok, azért van a magyar rendőrség, hogy ellássa ezeket a feladatokat. Én azt gondolom, hogy alsó hangon is szabálysértés történt. Hát már inkább ott kezdeném, hogy az ember már akkor megáll az ütő, ha meghallja, hogy S. Ferenc ugye 10 évet ült gyilkosságért, és hát ilyen is hozzá hasonló emberek mennek oda a Fidesz székházat védeni. Ez már önmagában azt gondolom, hogy nem egy megnyugtató gondolat vagy tény. Aztán van egy olyan tényállás, hogy közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése. Ez azt jelenti, hogyha valaki közterületen vagy nyilvános helyen közrend vagy a közbiztonság fenntartására irányuló tevékenységet végez jogszabályi felhatalmazás nélkül, vagy erre utaló tevékenységet tesz, vagy ennek a látszatát kelti, a szabálysértést követel. Tehát azt gondolom, hogy minimum ez megvalósult. Ami szerintem ennél aggasztóbb az, hogy egy olyan bűncselekmény is szerintem megvalósult, amiért már 3 évig tartó szabadságvesztés is járhat. Ez egy személyi szabadság megsértése. Konkrétan hát ugye fotókon láttuk azt, hogy itt 40 kilós lányokat ráncigáltak mindenféle jogszabályi felhatalmazás nélkül, rendőrök szabályos eljárás során, hanem F. Ferenc és társai. Illetve láttuk azt, hogy a kaput rázárták, és erre több szemtanú is van, rázárták az ott tartózkodó, békésen tüntető diákokra. Ez személyi szabadság megsértésének gyanúját, hát legalábbis azt gondolom, hogy felveti. És hát felmerül a kérdés, hogy folyik-e bármilyen eljárás ez Ferenccel szemben, és társaival szemben, vagy hát Kubatov Gábor úgy gondolta, és a Fidesz úgy gondolja, hogy még el lehet ítélni a békésen tüntető, tiltakozó, kétségbe esett gyerekeket, fiatalokat, diákokat, addig meg kell dicsérni a frissen börtönből szabadult, önbíráskodó és hát önhatalmulag eljáró segítettek a védelemben embereket, és hát nem csak, hogy megköszönte, hanem utána még ugye el is kezdett toborozni Kubatov Gábor S. Ferenchez hasonló szimpatizánsokat, tehát gondolok itt akár olyan nyugdíjasokra is, akik ugye ott lesavazni szerették volna legszívesebben a diákokat. Hát úgy gondolom, hogy ez azért mélyen aggasztó, hogyha Kubatov Gábor, illetve a Fidesz azt gondolja, hogy a rendőrség erre már nem elég, rendfenntartására nem elég, hanem ehhez szimpatizánsokat kell toborozni. Ugye sajnos erre már láttunk példát, azt pedig úgy hívják, hogy Magyar Gárda. Tehát, hogyha a Jobbik után a Fidesz is úgy gondolja... Gárdázik. Tehát Kubatov, illetve a Fidesz meg már abban a pillanatban, amikor megtörtént a tiltakozás, amelynek képeit az előbb láttuk, azon azt mondták, hogy na, megalakult a Bajnai Gárda, azt látjuk most, itt vannak a tiltakozók, ez Bajnai Gordon gárdája. Most akkor jön a Kubatov gárdája, a Jobbik gárdája után, tehát gárda hegyek vannak. Én azt mondom, hogy Kubatov Gábor, hogy hívja ezt az ő kis volt bűnözőkből álló csapatát, vagy szimpatizánsi csapatát. Minden esetre hát ez nagyon a Magyar Gárdára emlékeztet. Ugye a Jobbik, illetve a Magyar Gárda mondta azt, hogy szerintük a rendőrség nem végzi jól a dolgát. Ezért szükség van önkéntes csapatokra, akik adott esetben ezt a tevékenységet elvégzik helyettük, ugye fenntartják a rendet, a közbiztonságot, adott esetben akár el is járhatnak ugye a gárda szerint. Na most ez azért szerintem egy elég aggályos dolog, hogyha egy jogállamban a kormánypárt úgy gondolja, hogy a rendőrség nem végzi jól a dolgát, hanem erre van szükség. Én azt gondolom, hogy nagyon nem jó irányba mennek a dolgok, és ugye itt nem csak az alkotmányról beszélek, hanem a rendfenntartásról is, hogyha ilyen eszközökhöz folyamodik a kormány. Mindenesetre most a dísztéren rend van, hiszen a legtöbb utcát lezárták, hogyha bármi történik és bármilyen friss információ van, akkor még az adás végéig is kapcsoljuk a helyszínt, de pillanatnyilag itt az interneten nem látok semmilyen más információt. Mindenesetre a mai tiltakozással kapcsolatban, és ezt nem tudom, hogy ön látta-e, a hallgatói hálózat, amely csak egy a tiltakozó szervezetek közül, tehát ezt civilek szervezik, és
nem egy szervezet. Ők egy kéréssel fordultak Orbán Viktor miniszterelnökhöz, amelyből olvasok egy pár sort. Tisztelt Orbán úr, mivel mi, a hallgatói hálózat aktivistái is támogatjuk a ma esti civil megmozdulást, és zömmel kispénzű egyetemisták, fiatalok vagyunk, ezért tisztelet teljesen megkérnénk önt, hogy a 2007-es kordonbontási akciójuk után vélhetőleg megmaradt villáskulcsokat nekünk térítésmentesen kölcsönadni szíveskedjék. Köszönettel, hallgatói hálózat. Hát választ még nem kaptak, de például a ma esti kordonbontás, mikor műveleti területté lett nyilvánítva a Sándor Palota környéke, nem tudom, hogy ugyanaz a polgári engedetlenségi kordonbontásnak minősülne jogilag, mint a 2007-es? Hát nem, én nem látom a kordont, ez egy érdekes kérdés, hogy az minek minősülne. Ugye hát a Fidesztől már láttunk azért önellentmondó nyilatkozatokat azzal kapcsolatban, hogy minek minősül az, hogyha ők tesznek valamit, és minek minősül az, hogyha az ellenzék teszi ezt a dolgot. Én azt gondolom, hogy a tüntetés az békés marad, és semmilyen kordon nem fogja eltántorítani sem a diákokat, sem a békésen tüntetőket attól, hogy kifejezzék a véleményüket, és a legvégsőkig tiltakozni fognak, és tiltakozni fogunk az ellen, a jogállamiság lebontása ellen, az ellen, az álmokfutása ellen, amit az Orbán kormány végez most. Itt azért ment, amikor ön előtt az egyik szervezővel beszélgettem, azt mondta, hogy most már csütörtökön kérték ugye a kormányt, hogy ne szavazza meg az alkotmánymódosítást. Most már ezt nem kérhetik, hiszen megtörtént a mai napon az alkotmánymódosítása. Tehát innentől kezdve mindenkinek az a dolga, hogy mutassa meg, hogy nem kell, illetve nem tud és nem is kell minket az Uniónak, az Európa Tanácsnak, a nem tudom, washingtoni külügyminisztériumnak megvédenie, vagy akarnak valamit a maguk sorsával a magyar emberek, vagy nem. Mennyire képes erre akár egy fiatalok csoportja, akár civilek sokasága, akiket mostanában látunk? Én azt gondolom, hogy van remény. Hát először is ugye Áder Jánoshoz fogunk fordulni mi is, annak érdeke, hogy ne írja alá. Még utána is vannak egyébként jogi lépések. Erre vonatkozóan én látok egy olyan hát elkeseredettséget és egyben elszántságot is egyre több magyar emberben, ami hát úgymond reményre ad okot, hogy nem fogjuk hagyni ezt a fajta politizálást, ezt a fajta kormányzást, és a végsőkig küzdeni fog mindenki, azt hiszem, hát most már láttuk, hogy egészen a középiskolás gyerekektől a nyugdíjasokig megmozdultak az emberek. 1000 forint büntetést kapta. Rettenetes, igen. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Következik az Újságíróklub. Németh Péter már várja önöket, és az Újságíróklubba fog jelentkezni kollégánk a dísztérről, mert hogy még beszédek nincsenek. Szervusz Péter, és mivel foglalkoztok még? Szervusz Olga, először azt mondom, amivel nem fogunk az Újságíróklubban foglalkozni, hogy valamennyien gratulálunk a Pulitzer díjathoz. Elnézést, hogy én nem azt teszem, amit Fiala, hogy átmegyek hozzád egy szál virággal. Na gyere! Sajnos zavarba hozom, mert nincs nálam egy szál virág, de legközelebb bepótolom. De utoljára azt mondtad, hogy elfialásodok, de hát ezért talán nem minden akart. Mindenesetre köszönöm szépen. Ami a témákat illeti, hoztam egyébként ma is egy idézetet, ami így szól, hogy a politikában tilos bármit visszavonni, meghátrálni, vagy elismerni, hogy hibáztunk. Ezt egyébként egy hadvezér mondta, akinek a vége bukás lett a sorsának, Bonaparte Napóleon. Mindezt összefüggésben egyébként a mai alaptörvénnyel visszavonható-e vagy sem. Körbe fogjuk járni ezt a témát, és mindazt, ami ezzel kapcsolatban történt, és természetesen beszélünk Mesterházi Attila évértékelő beszédéről is. Köszönöm szépen, önöknek pedig még egyszer a figyelmet, találkozunk holnap este, viszontlátásra.